egy hatalmas utat fogunk bejárni, majdnem az egész Föld, szinte az összes országba eljutunk, majd kezdjük nyilvánvalóan. A legrégebbi himnusz az angol és a holland himnusz, aztán a francia, ami elég régi, az olasz, és így aztán eljutunk Amerikába, a brazil himnusz, ami nagyon izgalmas, az észt és a finn himnusz, aminek a dallama ugyanez, amiről tudjuk, hogy kezdetben a Kaiser himne volt, amit Joseph Haydn komponált, és aztán a Weimari köztársaságban a németek kvázi elorozták az osztrákoktól, és a német himnusz körüli bonyodalmak ismerős a helyzet. Utána a monarchia területén szeretnénk beállni a környező országokat. Itten Szerbia, Szlovénia, Horvátország, Csehország, Szlovákia, Ukrajna, Lengyelország, Románia, és így Romániából érdekes ugrással eljutunk az Izrael himnuszhoz is, mert a kettő nagyon hasonlít egymásra, és aztán tovább megyünk az arab országokba, Egyiptom, az arab emirátus, nagyon hasonló, és aztán végül Távol-Kelet, Korea, Kína és Japán a vége, és itt mindennek van egy különleges aktualitása, mert a legfontosabb mondani való, hogy mindenhol az Isten és a hazaszeretet. Ez a két, és az országnak a szépsége, amely a himnuszokat. Tehát tulajdonképpen ez egy ima, egy dicséret, a hazaszeretetnek a túlcsorduló megnyilvánulása. Mert mindenható vagy és örök szeretet. Tehát ezek a régi múlt emlékei, amelyek elősegítették, hogy megszülessen egy háladó, egy öröm, egy dicsőítő ének. És itt van például, rögtön kezdjük akkor a kis kirándulást, a holland himnusz, amelyik talán a legrégebbi himnusz a világon, az így hangzik. Vannak olyan himnuszok, amikre így az ember így a brazil himnusz meghalljuk, akkor a futball világbajnokság elönti, ugye az, vagy az olasz himnusz, Fratelli d'Italia, hát az akkor ordítják torka szakadból. A magyar himnusz az nem ilyen időzőjelben ordítós, hanem egy bensőség és egy ima jellegű. Tehát ez természetes. És van benne egy fajta melankólia, de például a szlovák himnusz az is nagyon szép, amely tulajdonképpen egy magyar népdal is. És az egyetlen himnusz, amely mol karakterű, tehát szomorgásabb, nagyon szép. Itt a fő probléma az, hogy nem ismerjük egymás himnuszát. Nem, itt vannak a szomszéd, a román himnusz, az is egy mol himnusz. Egyébként a románok nagyon sokszor változtatták a himnuszukat, de hát az oroszoknál is ez volt. A mostani orosz himnusz, akkor fölcserélték a jelszínet cári himnuszt, akkor mégse, akkor megint visszajött, akkor az internacionáli, az is volt orosz himnusz. Szóval olyan összevisszaság van, de az biztos, hogy a himnusz azt a mindenkori állam, az alkotmány hitelesíti, hogy ez az ország himnusza. Tehát ez egy megegyezés kérdése, amit a politika eldönt, szöveggel és zenével, ezt mindig tisztázni kell, hogy a szöveg és zene. Engem elsősorban persze a zene érdekel, de nem zárom ki természetesen a szövegnek a gyönyörűségét is. És hát mondom, magyar himnusz lehet gyorsabban is játszani, szóval nem muszáj, ahogyan a református templomban elnyújtják a zsoltárokat, nyilván lehet az lassan is, de lehet pattogósabban is, szóval előadás kérdése.